két-három hétig, adott esetben 4 hétig is munkában vannak, és kapunk 1 hét pihenőt, akkor mehet haza. Egyébként Romániában, ahol ő él, az egy 100%-ig magyarok által lakott község. Egy magyar anyanyelvű férfiről is van szó. Arra emlékszik a Védence, hogy mit látott, hogy látta az autókat, vagy látott-e meg különböztető jelzést? Nem tudott elmondani a körülmények, az út viszonyokkal, illetve a letessé viszonyokra összefüggésben, hogy részlegesen volt köt foltos, hogy hol volt köt, hol nem volt köt, és ez is szintén a balesetnek az egyik része, hogy pont abban az időszakban és azon az útestvonalon pont ott volt egy ködös rész, és egy-két autót látott csupán csak maga előtt. Családja hogy fogadta, írt, hogy előzetesbe került? Hát ők is teljesen összetörtek. És amit mi tényleg szeretnék kiemelni, hogy mikor a legelső pillanatban találkoztam, mert az első kérdés az volt, hogy akkor a balesetben elhunyt, illetve a sérülteknek a hozzátartozóinak, hogy tudná az együttérzését kifejezni. Nem tud többet tenni, szóval ez... Én belőleg tényleg én is nagyon sajnálom, és ő is minél hamarabb szeretnék kifejezni az együttérzését és a bocsánatkérését.